Az integrált városfejlesztési stratégia második ütemében 50 millió forintból újul meg az evangélikus templom külseje. A torony új szint kapott, átfestették az órát és rendbehozzák a tetőt is, amely 80%-ban már kész van. Az állványzatot fokozatosan bontják majd, ahogy haladnak lefelé a munkálatokkal. A templom előtti terület teljesen átalakul majd. A kerítés az el fog tűnni, tehát gyakorlatilag egy találkozó helyé válhat ez, itt az Operint utca és a Körmendi utca kereszteződésében a templom kinyílik gyakorlatilag, és egy sokkal levegősebb tér lesz reményeink szerint. Ennek a közbeszereztetése, illetve az eljárás ez most folyik, ez is el kell, hogy készüljön még az ősz folyamán. Napokon belül megkezdik a nyilászárók cseréjét. Ezeket a faablakokat még az 50-es években építették be. Állapotuk akkor leromlott, átfúj rajtuk a szél. Most hőszigetelt, egyrétegű hőszigetelt üveg lesz, ami a hőérzetet téren azért javítani fogja a templomban, illetve egységes lesz az ablaküveg, és hát majd egyszer a jövőben tervünk az, hogyha erre pályázati pénzhez jutunk, hogy a belülre a színes üvegek is a helyére kerüljenek. Jövőre várhatóan a templom belső is megújul. Megszüntetik a beázást, ami miatt több helyen pereg a vakolat. Önerőből, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyháztól kapott támogatásból még idén rendbehozzák a lelkészlakot, így egységes, szép környezet jön létre.